Jó estét kívánok, kedves nézőink! A hatóságok minden évben közzéteszik az előző évi közlekedési baleseti statisztikákat. Az éveken át tartó javuló folyamat pár éve megállt és romló fázisba ment át. Azaz többen okoznak és szenvednek el közlekedési baleseteket, mint az előző években. Mi lehet ennek az oka? Tehetjük fel a kérdést, ami egyszerű, de a válasz igen összetett. Főleg akkor, ha minden kiváltó okot szeretnénk megismerni. De ha egy egyszerű választ szeretnénk kapni a feltett kérdésre, akkor a legtöbb esetben a figyelmetlenség és a nem törődönség a kiváltó okok. Mai műsorunk vendége Illés János, a Traffic Control Kft. Ügyvezető tulajdonosa, akit a 2017. évi baleseti statisztikákról kérdezek. Jó estét kívánok, szervusz János, üdvözöllek itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Most már lassan a felénél tartunk a 2018. évet illetően, és talán már megvan az a végleges baleseti statisztika, ami a tavalyi évet, azaz a 2017. évet illeti. Mit tudhatunk erről? Romló fázis, stagnáló, vagy megint elmondhatjuk azt, hogy javuló fázisba ment át a baleseti statisztika? Jó estét kívánok! Egy dolgot biztosan kijelenthetünk, hogy javuló fázisnál még nem tartunk. Tehát jelenleg majd, hogy nem stagnáló az előző évi statisztika, ami annyira friss, hogy sajnos még puskáznom kell egy nagyon picikét. A KSH összesített adatai szerint január 1 és december 31-e között összességében az előző évhez képest mintegy 0,8%-os csökkenést értünk el, ami a balesetek darabszámát jelenti. Ez akár egy jó hír is lehetne. Ami a rosszabb hír az az, hogy 2017-ben a halálos kimenetelű balesetek száma viszont nőtt, mintegy 1,6%-kal 574 fő veszítette életét közlekedési balesetekben. Bocsánat, még mielőtt tovább mennénk, darabszámot tekintve, ez mennyivel jelent többet, mint a 2016. évben elhunytak? Darabszámban szám szerint 9 főt jelent összességében, de önmagában azért ez az 574 fő azért ez egy komoly szám, hiszen hogyha azt veszük, hogy egy év 365 napból áll, akkor azért ez azt jelenti, hogy bőven jutott minden napra egy halálos közötti baleset, vagy legalábbis egy olyan esemény, ahol legalább egy fő életét vesztette. Minden naptári napra vonatkozóan átlagban vehetjük azt, hogy másfél ember veszítette el az életét. Így van, pontosan. Ez rettentesen sok. Ez rettentesen sok. A súlyos sérültek viszont, akik nem szenvedtek halálos sérülést, az ő darabszámuk is, illetve az ő sérülésük mértéke is valamelyest csökkenést mutat. Nem túlzottan sokkal, a könnyű sérültek száma viszont nőtt, akik könnyebben sérültek meg közúti balesetekben. Ugye az Európai Uniós irányelveket 2010-ben kezdték el bevezetni nálunk is, illetve ezzel összhangban, az Európai Uniós irányelvekkel összhangban ugye elindult egy program, aminek most jelenleg itt 2017. december 31-i dátumot tekintve azt lehet elmondani, hogy rosszabbul állunk, mint 8 évvel ezelőtt. Tehát mintegy 0,8%-os emelkedés következett be az összbalesetek számába az elmúlt 8 év alatt, függetlenül attól, hogy több időt, energiát, pénzt fordítottak oktatásra, megelőzésre, ellenőrzések végrehajtására, összehangolt akciókra és egyebekre. Egyetlen egy tekintetben, ami viszont fontos eredmény, van javulás, ez a halálos baleseteknek a száma, tehát a 2010-es évhez képest azért ez jelentősen javult. E tekintetben én azért ennél a számnál is kicsikét szkeptikus vagyok, mert ennek örülni kell. Tehát maga a szám az rendben van. Maga a csökkenés mértéke szintén jó. De azért azt tudomásul kell venni, hogy a halálos közötti balesetek nagyon borotva élen táncolnak. Ugyanis azért az elmúlt 8 évben rengeteget fejlődtek az autók, az autógyártók, a biztonsági felszerelések, a légzsákok száma, a különböző rögzítések és egyebek. Tehát sok minden olyan kívülálló tényezés közrejátszik abban, hogy valaki csak idézőjelbe téve csak súlyos sérülést, tehát csonttörések, csontrepedéseket, vagy ne adja Isten ezzel összefüggésben olyan eredményű balesetet szenved el, ami sajnos a halálát okozza. Nem jó híreket hoztál megint a mai műsorra nekünk, János, de hogyha megnézzük akár a gyalogosokat, motorosokat, kerékpárosokat, autósokat, hogy tudnánk szétbontani, kik voltak a legnagyobb kockázatnak kitéve a tavalyi évet illetően?
Hát a baleset okozóknál még mindig mintegy 65%-kal személyautó vezetők vannak a legtöbben, hiszen tulajdonképpen a forgalomban résztvevő arányok nekik a legnagyobb. A teherautó vezetőké egy picikét csökkent az ő baleset okozó szerepük, eltekintve attól, hogy azért ugye mostanában is ugye megint hallani az autópályáinkon, illetve az M0-as autóúton, illetve autóútjainkon megint olyan 24 tonna környéki kamion balesetekről, akik ráfutottak egymásra, tehát egymás mögött nem tartanak olyan követés távolságot, hogy biztonságosan meg tudjanak állni, ha az előttük lévő bármilyen oknál fogva vészfékezést hajt végre. Illetve hát történtek olyan közlekedési balesetek, sajnos halálos eredménnyel is itt az elmúlt időszakban, ami teljesen egyértelműen teherautóvezető hibájából következett be. Ettől függetlenül azért az ő szerepük még mindig idézőjelesen nem nagy. Nagyjából most a motorosok és a segédmotorkerékpár vezetők mintegy 4-4%-kal azért valamelyest csökkentek, mint a baleset okozóinak lehetősége, illetve száma. A gyalogosoknál is némi javulás van, ott is csökkent azon balesetek száma, ahol a gyalogos, mint effektív okozó szenvedett el balesetet. Ugye sokszor arról nem beszél a statisztika, hogy amikor valaki baleset során, közlekedési baleset során elveszíti az életét a helyszínen, az egy dolog tudva lévő. De mi történik azokkal, akik mondjuk kórházi ápolás következtében hunynak el hetekkel, hónapokkal a baleset után, de szoros összefüggésben léve a haláleset, ugye a balesettel? Erről mit tudhatunk? Igen, tehát szerencsénkre azért is ilyen nagy távolságban tudjuk meg ezeket a végleges eredményeket, tehát mindig az évvégi záráshoz képest ilyen 4-5 hónap telik el, amire ezt nyilvánosságra hozzák. Azért a KSH-nál, mint ugye központi statisztikai hivatal adatszolgáltatási kötelezettség van a rendőrség részéről, és ez nem csak abban merül ki, hogy a helyszínen, amikor bevonul egy közlekedési balesetőr, akkor lead egy baleseti statisztikai lapot, amin bejelöli, hogy ennyi halott, ennyi sűrűsérült, ennyi könnyű sérült történt, hanem amikor az anyag felkerül vizsgálatra, vagy a szabálysértési hatóságra, vagy az anyag elkerül a bíróságra, nekik is van adatszolgáltatási kötelezettségük, tehát ezért is várunk mindig a végleges adatokra ennyit, mert tulajdonképpen a hetekkel, hónapokkal később, de a balesettel okozati összefüggésben lévő elhunytak is előbb-utóbb felkerülnek ebbe a statisztikába. A maradandó károsodással, rokkantsággal járó baleseteknek az aránya hogy nézett ki a tavalyi évet illetően? Tulajdonképpen ez is egy borzalmasan változó történet, mert elvileg egy súlyos sérülésből bármikor lehet maradandó testi fogyatékosság például. Elegendő, hogyha csak annyit mondok, hogy valakinek egy közlekedési baleset során egyébként nincs komolyabb baja, de a lépét megütötte, de a lépét orvosok úgy találják, hogy ezt el kell távolítani. Ezt tudomásul kell venni, egy lépeltávolítás ma maradandó testi fogyatékosságnak minősül, mint egy 20%-os munkaképesség csökkenéssel is járhat ennek a szervnek az elvesztése, és független attól, hogy elvileg utána szinte teljes életet élhet a baleset sérültje, ettől függetlenül ő még maradandó fogyatékosnak fog minősülni. Ha megkérdezem tőled, hogy ez a statisztika, amiről most beszélünk, váltott-e ki belőled meglepetést, vagy nem? Mi a válaszod? Abszolút nem váltott ki. Én még azt is mondom, hogy én még egy picit rosszabb eredményt is vártam. Tudom, hogy megint én vagyok az, aki nagyon sokat vár ettől a történettől, de tulajdonképpen továbbra is azt mondom, hogy amit a saját szememmel, amit a barátaim, az ismerőseim, amit a nézők kint látnak az utakon, felháborodásra okot adó, vagy egyszerűen csak egy olyan szándékos, szabályszegő magatartás, amit az embernek úgymond a hátán feláll a szőr, hogyha ilyeneket látunk és ilyenek történnek, akkor én nem csodálkozom azon, hogyha ez a baleseti statisztika ez romlik. Ugyanis ezeknek az álmokfutóknak az útján bekövetkezett balesetek száma, miensége, mértéke tulajdonképpen csak az isteni szerencsén múlik, semmi máson. Volt jó pár év a közlekedésben, amikor ténylegesen azt lehetett tapasztalni, hogy javul a közlekedési baleseti statisztikáknak az aránya, és szépen csökkennek a balesetek számai. Minek tudható be, hogy ez a tendencia megszűnt, és megint romlik?
Hát ennek az egész pontos okát nem lehet szerintem teljes biztonsággal megmondani. Egy dolog az kétségtelen tény, hogy korábban mindenkit hurrá optimizmussal töltött el az, hogy egyes években 1-2%-kal, tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem túlzottan nagy arányban, de azért valamelyest jobb volt ez a statisztika. Ezt nem lehet megmondani, minek köszönhető. Lehet, hogy abban az évben a gépenvezetők egy picit jobban odafigyeltek, vagy olyan szerencséjük volt, hogy kevesebben szenvedtek adott esetben közlekedési káreseményt vagy balesetet. Ezt egészen pontosan megmondani nem lehet. Egyetlen egy dolog, ami szerintem biztos, újból nagyon komoly rendőri jelenlét kellene a közútjainkra. Ugyanis nem azon kellene felháborodni, hogy úristen rendőrrel 300 méterre följebb és engem kivesz a sorból, és csak azért, hogy igazoltasson, akinek nincs félnivalója, annak semmilyen problémája nincs. Kiadja az igazolványait, utána tisztességesen elköszön, és utána folytatja az útját. Ez a 3-4 perces kitérő az ő biztonságát is szolgálja. Ha másért nem, kiszűrik az ittas vehetőt, kiszűrik azokat a gépjárműeket, amik már egyébként nem vehetnének részt a forgalomba, tehát lejárt műszaki érvényesség egyebek. Ma már ugye, miután megszűnt még a hátsó rendszámtáblán a műszaki címke is, használata is megszűnt, rettetesen nehéz kiszűrni, kivenni a sorból hirtelen azokat a gépjárműeket, amiknél eddig szemmel láthatóan láttam, hogy már nincs műszaki, tehát már probléma lehet az autóval. Attól még nem biztos, hogy műszakilag problémája van, de hogy már nincs engedélye, az szinte biztos. Az, hogy most már ezekre úgymond utazni kell ezekre a járművekre, kinézet alapján, füstölés alapján, egyebek alapján, sajnos ezeket muszáj megtenni. Nagyon örülnék annak, hogyha járva az országot minél több rendőrbe botlanék bele, látnám a rendőri ellenőrzést, látnám azt, hogy az autópályáinkon igenis veszik ki a rendetlen szabálytalankodókat, látnám azt, hogy terelik ki a parkolóban a szabálytalankodókat, és utána az eljárás megindul ellenük. A rendőri jelenlét mióta csökkenő tendencia a magyar utakon? Hát, ha most én azt mondom, hogy én ezt egy 20 év távlatából látom, hogy fokozatosan elfogy az állomány. Nem biztos, hogy az állomány fogy el, de hogy az állomány is fogy, az szinte biztos. De más jellegű feladatokat hajtanak végre. Lehet, hogy több a személyi és rendezvénybiztosítás. Lehet, hogy több az olyan feladat, amivel ők úgymond láthatatlanná válnak az utakon. Amivel nem is lenne probléma. Szívesen megnéznék egy olyan statisztikát, hogy vajon ez az intézkedési morált, vagy az intézkedések számát mennyire befolyásolja. De hát ugye erre csak ugye a belügyminisztériumnak lehetnek adatai, vagy az országos rendőrfőkapitányságnak, ami jelenleg ugye nem publikus és nem áll rendelkezésünkre. Én nagyon szeretném azt a helyzetet vissza idéztetni, és nagyon szeretném megint azt látni, mint 20 évvel ezelőtt, hogy a közlekedésrendészet nem csak a baleseti helyszínelőkből áll, hanem igenis a motoros osztály, a rendezvény osztály, a forgalombiztonsági osztályok a Nádasdy utcából. Régen ezt úgy mondtuk, hogy kirajzottak. Tehát, hogy mindenki elindult a saját körzetébe, megadott körzetébe, és hirtelen láttam 30-40 rendőrmotorost kijönni, és tudom, hogy akkor a város nagyjából biztonságban van. Ki fogják szedni a renitens elkövetőket, kiszedik a szabálysértőket, 1-2, kocsanásos balesethez nem kellene 3-4 órát várni egy intézkedő járőre, hanem pillanatok alatt ott van, letámasztja a motort és az intézkedést elkezdi. Mint szakember, mennyire látott problémásnak a rendőri jelenlét hiányát a közutakon? Nagyon. Nagyon. Ugyanis mindaddig, ameddig nincs visszatartó erő, ameddig tudjuk azt, hogy nagyon kicsi az esély arra, hogy pont rendőr jön mögöttem. Az, hogy most térfigyelő kamerákkal nézegetjük a szabálytalanul parkolókat, hogy az útkereszteződéstől megvan az 5 méter, nincs meg az 5 méter, belóg a buszába, belógja a busz megállóhelyre az adott autó, ez nem rendőri jelenlét, ez egy kamerás történet, megint csak egy irányító központból, ahonnét a szabálysértési bírságokat el lehet indítani. Nagyon kellene megint az, hogy igenis a rendőr ott legyen, a rendőrt nem helyettesíti semmi sem, tehát azok a fix és egyéb telepített kamerák sem, amikről az emberek ma már tudnak, hiszen ez teljesen publikus. Előtte 50 méterrel, 100 méterrel fékez, mindennek megfelel. Elmegy megint 200 métert, ott már nem veszi a kamerát, és onnantól kezdve elkezdi nyomni, mint az őrült. Tehát nincs értelme szinte.
Az előbb tettél említést a gépjárművek műszaki állapotáról is. Mit tudhatunk az általános tapasztalat alapján? Milyen a magyar autóparknak a műszaki állapota? Itt úgy gondolom, itt az idősebb autóknál vannak a problémák, nem a fiatal vagy az vadonatúj, vagy az új gépjárművek esetében beszéltünk ennek a meglétéről vagy hiányáról. De mi az, amit tudhatunk? És ez milyen mértékben kockázat a közlekedésben? Nagy mértékű kockázat, és amit tényleg csak mint puszta szemlélő tapasztalunk az utakon, hogy néha-néha egy-egy rozsdatemetőnek titulált autó is, vagy tehergépen részt vesz a forgalomban. Bizonyos emberek nem foglalkoznak azzal, hogy neki hogy néz ki az eszköze, mennyire alkalmas, vagy nem alkalmas. Ő egy dolgot vesz alapul, őnek ez a munka eszköze, ő ezt addig hajtja, amíg meg nem áll az út szélén. Nagyon sokan, és megint tisztelt a kivételnek, nem foglalkoznak azzal, hogy milyen a műszaki állapota a járműnek, milyen a fékberendezése, milyenek a világító berendezése és egyebek. Nagyon sokan vigyáznak arra, hogy természetesen a munkavállaló alá olyan járműet adjanak, ami mindenben megfelel a műszaki követelményeknek. Sajnos egyre többször veszik azt észre, még akkor is, hogyha esetleg friss műszaki vizsgával rendelkező gépjárműről van szó, hogy a vizsgát követő 3-4 hónapban, vagy akár egy fél évvel is utána annyira leromlik az autó műszaki állapota, hogy, és megint csak visszatérek oda, hogy ha lenne fokozott rendőri jelenlét az utakon, akkor ezek a gépek megállíthatóak lennének. Ezeken a gépemeken régen, és most itt megint a 20-30 év ezelőtti dolgokról beszélek, igenis eltartott odáig egy gépjármű ellenőrzés, hogy lámpák felkapcsolni, irányjelzők működése, beült a gépjárműbe, megnyomta a féket, egyáltalán fog-e, van-e bármilyen olyan jellegű problémája, ami a továbbhaladását akadályozza, a gumik állapot és egyebek. Ma ilyet nem látok. Tehát ma mindenki örül annak, hogyha el tudok menni. A vállalkozó rettenetesen boldog, hogy addig hajtott azt a szerencsétlen autót, amíg szét nem esik, és rozsdatemető nem válik, nem baj, kiszolgálta az árát. Ugyanakkor saját példából kiindulva, én nekem eszemágában nem lenne gyerekemet bárkit beültetni egy olyan autóba, aminek én magam a biztonságáról nem vagyok meggyőződve. 15 éves történet. Az általános iskolában, ahova jártak a gyerekeim, osztálykirándulás, és ugye ez egy nagyon hosszú téma, és sajnos ebből rengeteg olyan baleset származott, aminek nem jó vége lett. Olyan buszon áll ki egy alvállalkozó, ami már ránézése sem felelhet meg a műszaki előírásoknak. Független attól, hogy tiszta rozsda az egész autó, tehát tulajdonképpen, mint a Freddy Bini autó, tulajdonképpen gyerekek hajtanák a lábukkal azt a szerencsétlen buszt. Olyan szinten füstöl, amikor beindítja a buszsofőr, és felszáll a nagy csoport, felszáll a 60 gyerek a kísérővel, integetnek addig, ameddig látom, mert miután a busz elindult már a füstfelhőtől, már azt sem látom, hogy egyáltalán integetnek-e még a srácok, de ilyennel elmentek kirándulásra. Bennem addig nem volt egy pillanatnyi nyugalom se, ameddig megint meg nem láttam azt, hogy délután megjöttek, és éppen egészségesen leszálltak az adott buszról. Ez egy nagyon rossz példa volt, de sajnos ez megtörtént. Ma már azért úgy gondolom, hogy azért erre ügyelnek, jobb a személyszállítás természetesen, de ettől függetlenül azért nagyon sokszor hallok olyat, visszatérve a gyermekszállításokra például, hogy sok helyen a szülők teszik szóvá a tantestületnek azt, hogy miért ezzel a busszal megy, miért ezzel a sofőrrel megy, mert nincsenek jó tapasztalataik. Én azt szoktam ilyenkor csinálni, volt rá például nem egy-két alkalommal, hogyha azt láttam, hogy olyan személyszállító eszközzel vitték volna a gyerekeinket, akkor azt mondtam, hogy ők nem mennek el a kirándulásra, és megkérdeztük, hogy miért pontosan ugyanezek az indokaim voltak, hogy azért, mert nem szeretném kitenni plusz kockázatnak a gyerekeimet, és nem engedtem el. Egyébként nagyon sok esetben megkérdezik a véleményemet ebben a tanintézményben, hogy én mit javasolok, akár baleset, akár bűnmegelőzés kérdésében, ami nagyon pozitív. Tehát bevonnak úgymond a saját életükbe részben. Ritka az olyan közeg, ahol ezt egyáltalán igénylik, és ahol ez egyáltalán felmerül, hogy... Látják, hogy nem ellenük, hanem értük szól. Így van. És ez nagyon-nagyon fontos. Milyen kiváltókai voltak a tavalyi év baleseti statisztikájának a megvalósulásában? Mik voltak azok az okok, amik okozták a baleseteket? A főbb okok tulajdonképpen nagyjából nem változtak. Ismételten tulajdonképpen a statisztikák az első helyre tolták megint a sebességtúlépéseket.
Itt ugye megint el kell mondanom azt, hogy itt nem az abszolút sebesség túlépésekről van szó túlnyomó többségben, azok is közrejátszanak néha az autópályáinkon, vagy illetve olyan helyeken, ahol a megengedett sebesség többszörösével haladnak járművek, de általában relatív sebességgel van a fő probléma, tehát ott olyan útszakaszokon, ahol 30 km/h sebességkorlátozás van, mennek 60-nal, 70-nel, ami már jelentős túlépésnek minősül, illetve olyan út- és látási viszonyok között szágoldoznak az emberek, amikor esélye nincs arra, hogy bármi váratlan fellépő hirtelen esemény esetén meg tudjon állni. Tehát egy ködös útszakaszon, ott, ahol a látótávolság 20-50 méter vagy 100 méter, ezeken a helyeken nem lehet 80 km/h hiába megengedett. Az észszerűség határáig le kellene tudni csökkenteni addig, hogy mennyi az a távolság, amit belátok, és hogyha bármi van, meg tudok állni, legyen ez 40 km/h, teljesen mindegy. A második helyen állnak az előzés szabályának megszegése, az elsőbségadási kötelezettség és a kanyarodás szabályának megszegése. Az elsőbségadási kötelezettség megszegésénél ugye rengetegszer abból van a fő probléma, hogy ugyan látom a másikat jönni a védett főútvonalon, de az ő sebességét vagy rosszul ítélem meg, vagy a saját gyorsaságomat úgy ítélem meg, hogy még bőven kiférek előtte. Aztán egy hirtelen gázadásra ez vagy sikerül, vagy nem. Vagy lefullad az autóm, és ott maradok előtte, és utána csak várom a következményeket és a becsapódást, vagy pedig elnézem az ő sebességét. Ez ugye nagyon rossz helyzet, ugye olyankor, amikor egy védett főútvonalra, akár lakóterületen belül vagy kívül, gépjárművel kívánunk kimenni, személyautóval vagy teherautóval, és motorost látunk közlekedni. Ma a motorosoknak a közelítési sebességének a meghatározása nagyon kétséges, nem igazán lehet eltalálni, ezért aki bizonytalan abban, hogy vajon milyen tempóban jön az a motoros, inkább maradjunk ott a helyünkön, és inkább engedjük előtt. Azzal a fél perccel nem veszítünk semmit, de nyerhetünk egy ember életet. Így van. Egyébként a balesetek lakott területen belül, vagy lakott területen kívül történtek meg túlnyomó többségében. Erről mit tudhatunk? Rettenetesen változó, ugyanis ugye lakott területen kívül mindenki önkéntelenül is megnyomja azt a bizonyos gázpedált, még akkor is, hogyha a gyorsabb sebességet megy, mint az adott útszakaszon lévő. Amit mi azért mi így meg tudunk így állapítani, például itt Budapesten belül, az például az, hogy ha váratlan nagy csúcsforgalom fellép a városba, akkor szinte alig van káresemény. Ha van is, akkor az minimális koccanásokkal járó, tehát pár tízezer forintos anyagi károkkal járó történetek. Inkább elő szokott fordulni, akkor nagyobb káresemény és nagyobb súlyos sérülés veszélye, amikor a nagy magyar éjszakában ketten-hárman vannak Budapesten, és ugye éjszaka történik az, hogy már oda lehetne kilépni, mert nincs forgalom, tehát nincs, ami effektív garantáltan megakadályozza őt a száguldásban. Főleg, hogyha egy kis drog, egy kis alkohol is párosul hozzá jó kedvhez, meg a bátorsághoz. Igen. Túlnyomó része a droggal és az alkoholra történő nagyon súlyos balesetek, mint például akár a tavalyi évben, ami a Szentendrei úton történt, amikor két fiatal sportoló halálával végződött, az is ugye éjszaka történt, ha belegondolunk. Igen, mondjuk azért szerencse az, hogy azért nagyon kirívó, nagyon kevés ez az ilyen jellegű káresemény, bár nagyon ugye megbotránkozást keltő. Ugyanakkor minden évben van egy pár olyan, ami szinte túl megy minden emberi ész normál határain. Ugyanis egy mondattal csak visszatérve a Szentendrei úti történetre, hogy ugye a mostani első meghallgatások után kiderül az, hogy ez a fiatal ember, aki okozta ezt a balesetet, ugye részben nem mond semmit a bíróságon. Tulajdonképpen amennyire így tudjuk így az adatokból, ugye nem terjeszt elő érdemi védekezést, amit sajtóból lehet tudni, hogy 3 liter bor elfogyasztása után ül be ebbe az autóba. Ez most vagy így van, vagy nem. Reméljük, hogy azért ez majd egész pontos, ez majd kiderül majd a bíróságon, és reméljük, hogy azért ebből lesz egy elrettentő ítélet. Egy szubjektív véleményem lenne hozzá. Én átgondoltam azt, hogy 3 liter bor társaságában megívása után hogy lehetne száguldozni. Én úgy gondolom, hogy oly mértékű lenne az egyensúly érzék elvesztése, hogy avval az autóval maximum kacsázni tudna, és az első lehetőségnél, még kis sebességnél neki ment volna valamilyen tereptárgynak. Oszlopnak, fának, kerítésnek, háznak.
Az én szubjektív véleményem, hogy ott nem 3 liter bor van, csak a büntetés enyhítése véget, inkább a kisebbik rosszat választja az elkövető, mint a nagyobbik rossz. És akkor majd onnantól kezdve a szakértők eldöntik. Ezzel foglalkozunk többek között, ugye mi is bűnmegelőzés, balesetmegelőzéssel, és tisztában vagyunk avval, hogy különböző szerek milyen hatással vannak emberekre. 3 liter vörösbor vagy fehérbor elfogyasztása után nem lehet 170-nel vagy 175 km/órás sebességgel száguldani, mert nem tudja az illető megtartani az egyensúlyát. Ilyen alapon a biciklivel, kerékpárral közlekedő, alkoholos befolyásoltság alatt lévő ember is, mint egy versenybiciklista úgy menne, és nagyon jól tudjuk, hogy azok az emberek is tologatják a bicikliüket. Nem tud az illető megállni a lábán, nemhogy autót vezetni. El kell gondolkodni azon, hogy mi volt ott, ami a vörösbor vagy a fehérbor helyett más volt az illető embernek, elkövetőnek a szervezetében. És ezt be is fejezem. Egy percünk maradt, János. Oké, tulajdonképpen ebben az ügyben is bármi elképzelhető. Én azt elképzelni nem tudom, hogy én 3 liter bor elfogyasztása után bármilyen szinten egyáltalán fölálljak. Tehát mindegy, ember és ember más és más. Az, hogy ő milyen állapotból ült be az autóba, és hogy a sok rossz közül a kevesebbik vagy a kisebbik rosszat választja ezzel, hogy inkább az ittas vezetést elismerem, abba pedig rettetesen bízom, hogy azért az a bizonyos vér, amit levettek tőle, azért az nem csak az alkoholra terjed ki, hanem esetlegesen másnak a használatára is. Elfogyott a műsoridőnk, János, így annyival fejezem be ezt a gondolatmenetet, hogy ahogy az előbb is mondtam, hogy általában az alkohol és a különböző kábítószeres, tudatmódosítószeres befolyásoltság alatt történő nagy balesetek, amik emberülettel járnak, azok általában nem nappal, hanem általában éjszaka szoktak történni. Mert akkor mennek ugye szórakozni az emberek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, elfogyott a műsoridőnk. Nagyon rossz adatokat hoztál számunkra, bízunk benne, hogy a 2018. év ennél sokkal szebb lesz, mint a 2017. év. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat. A műsort támogatta a PTB Pajzs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsor támogatója a 18 MK autós iskola, a múlt és a jövő iskolája.